A nagy hőség a délutáni órákban még nem csábított tömegeket az Erzsébet térre, de a standok felkészülten várták az embereket. A hagyományos máskor is már szereplő sörfajták mellett mindig próbálunk újakat is meghívni. Most is lesz egy-két új kézműves sörfőzde, akik idáig még nem szerepeltek a fesztiválon, gyümölcsös sörökkel, magyarországi házi, másfajta sörökkel, ipákkal és házi eljesztő sörökkel. Körülbelül 70-80 különböző sört lehet megkóstolni a fesztiválon. Az első hivatalos sörcsapolásra sem kellett sokáig várni. Mint ahogyan a fesztivált megnyitva Balogh László fogalmazott, ezekre a kikapcsolódást biztosító rendezvényekre szükség van Nagykanizsán. A modern kor divatja a fesztiválozás, illetve azt hiszem, hogy minden időkben megvoltak a megfelelő ünneplő alkalmak, és nevezhetjük akár fesztiválnak is ezeket. Nagykanizsa részéről, a város részéről, az itt lakók részéről azt hiszem, hogy van egyféle tudatosság, hogy ennek a városnak, a mi városunknak jól áll. Jó pár fesztivál. Holnap egyebek mellett Dérheni és Republik koncert, valamint a Zero zenekar útszabálya várja a szórakozni vágyókat.